Madaras Péter műszaki ellenőr tájékoztatást adott a beruházás jelenlegi állapotáról. A Temető utcán gyakorlatilag elkészült az összes létesítmény, csak a helyreállítás hiányzik, illetve az olajfogó műtárgyakból már az összes itt van a városban, és annak az elhelyezése hiányzik. A Kápolna utcán ugyanez a helyzet, gyakorlatilag ahol készen van a maga a létesítmények, ott mindenhol a helyreállítás hiányzik, egy-két kivétellel. Akkor a következő a Zádor utcán, illetve a folytatásában a Szent Lászlón, a Kopánykedel Hajnal utca csomópontjai is elkészültek, vagy csomópontjában is elkészültek, itt a Hajnal utcától gázkiváltás miatt nincs megépítve az utolsó szakasz, illetve itt is az olajfogó hiányzik. Ugye nem tudom, hogy erről tudnak-e minden egyes fő gyűjtő útnak, úgymond ezeknek a Temető, Kápolna, Szent László, Kossuth utcának, mindegyiknek a végén lesz egy olajfogó műtárgy, amivel ugye az esetleges havária esetén meg lehet szűrni a olajszennyeződésektől a vizet, mielőtt a fő gyűjtőbe belefolyik. A Kopánykedel Hajnal utca is elkészült, a főgyűjtőnek a tisztítása megtörtént, ott még annyit egyeztettünk a kivitelezővel, hogy valamennyit még a rézsűszögön kell módosítaniuk, hogy a rézsű lemosódás a lehető legkisebb legyen. Szatlócki Attila ügyvezető pedig a kivitelezési munkálatokról számolt be. Mivel tudjuk azt, hogy sajnos nem kis kellemetlenséggel jár azokon a szakaszon az építés, ahol ténylegesen ugye új szakaszok épülnek. Legfőképpen ez annak tudható be, hogy az időjárás sajnos nem az elmúlt évekhez megszokottan zajlik, hanem az évszaknak megfelelő. Ugye az elmúlt években azért jóval kevesebb csapadékok vagy csapadékmennyiség volt itt az évvégi időszakban, sajnos ez most nem kedvezett a részünkre. Ugye a projektben több mint 11 kilométernyi burkolt szakasz épül. Ez azt jelenti, hogy több mint 11 ezer méter mederelem és cső váltakozásából áll össze a belterületi szakasz, valamint több mint 2 kilométernyi külterületi részen ugye a maga a főgyűjtőnek a megépítése történik. Ez 6 fő gerinc részt von maga alá, amelyek ugye több kisebb ugye beágazó szakaszból állnak. Ugye ezen a 6 fő gerincen még további nehézséget jelent az, hogy azért lakókörnyezetben kell hatalmas elemekkel dolgoznunk. Ugye ezek a úgynevezett TB60-as elemek, ezek már több mint másfél tonna súlyú egy darab, illetve elég nagy nyílással és nagy mélységgel rendelkeznek. Főleg azt is figyelembe véve, hogy ahol a folyásfenék megkívánja, hogy ugye kontrás ne legyen a rendszer, ott több helyen ugye másfél méternél nagyobb folyásfenékkel épülnek. Próbáljuk minél kisebb kellemetlenségekkel végehez vinni ezeket a kivitelezéseket, de sajnos ugye ez nem lehetséges. Hatalmas bontás és hatalmas helyreállítási munka szükséges ahhoz, hogy egy eredeti állapotot visszatudjunk állítani. A projekt céljai a környezet biztonságának növelése, állapotának javítása, belvíz és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni vizek minőségének javítása, a további környezeti káresemények megelőzése, a belterületre hullott csapadékvizek és felszín alól előtörő fakadóvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a vizek helyben tartása, a vízgyűjtő területről lefolyó vizek belterületen történő összegyűjtése, elvezetése. Maga a pályázat, ugye azt tudjuk, hogy elég régen kezdődött, egy topos pályázatról van szó, és már majdnem a pályázati ciklus végénél jártunk, amikor egy lehetőség adódott Karcagváros önkormányzata előtt, hogy egy közel 1 milliárd forintos fejlesztési összeghez jussunk, és ebből meg tudjuk oldani a város egyetlen öblözetének, hiszen sok öblözetről beszélünk, összesen 8 öblözete van a városnak, ahol csapadékvíz gyülekezésről beszélhetünk, és csapadékvíz elvezetést kell megoldani. Ugye ki kellett választani egyrészt azt, hogy melyik legyen ez, hogyha hozzákezdünk. Ugye az egyértelmű volt, hogy a legnagyobb problémát a katolikus városrésznek a csapadékvíz elvezetése okozza, egészen a Kacsó
utcától, sorolhatnám a Kossuth, Ketel és végig azokat az utcákat, ahol gondot jelentett a csapadék, víz, elvezetés. Nem véletlen a többes szám, hiszen én bízom abban, hogy ez megoldódik ezzel a pályázattal. A másik mérlegelendő kérdés az volt, hogy lesz-e elég időnk arra, hogy megvalósítsuk ezt a pályázatot, hiszen a pályázati ciklus a végéhez közeledik, tehát egy nagyon gyors munkát kellett végeznie mind a tervezőnek, mind a jóváhagyó hatóságoknak. Nyilván tudjuk, hogy ők azért szeretnek ezen egy kicsit tovább gondolkozni, mint ahogy azt mi gondoljuk. Tehát a hatósági jóváhagyásokra kellett várnunk, és utána pedig megkötni egy közbeszerzési eljárás után, ami tudjuk, hogy szintén nem egy rövid idő, megkötni azt a szerződést, ami biztosítja ennek a pályázatnak a megvalósulását. A végéhez közeledünk, ami a pályázat megvalósulását jelenti, hiszen látjuk folyamatosan, hogy azok a mederelemek, ezek a beton csövek folyamatosan kerülnek a földbe, egyre inkább abba az irányba, hogy a végén, ahol a csapadék víznek majd reményeink szerint el kell jutni, ugye ebbe a víztározóba, idéglenes víztározóba jusson be az összegyülekezett csapadékvíz. Nyilván ennek lesz folytatása, tehát nem fog megállni ez a pályázatot, hogy lekerülnek ezek a betonelemek, és akkor fogja magát a kivitelező, aztán elvonul, hiszen ezután következnek azok a helyreállítási munkák, amelyeket ugye az előző fórumon is megbeszéltünk. Folyamatosan monitoringoztuk az előző időszakban is a kapubejárókat, a járdákat, a köves utakat, hiszen azért ezen elég komoly mennyiségű eszközt és beépítendő anyagot kell szállítani. Természetesen, hogy ezeket helyre kell majd állítani. Szó esett arról, hogy a település bizonyos részein a csapadékvíz elvezető csatornák rendszerei nem voltak képesek feladatukat ellátni, vagyis a lehulló, összegyülekező csapadékvizet elvezetni az utcákról és fogadni a telkekről kivezetett felszíni vizeket. A csapadékvíz csatornák rekonstrukciója során meg kellett oldani, meg kellett szüntetni a fenti hiányosságokat. A beruházás megvalósítása során a vízrendezés végrehajtásával a vízi létesítmények olyan állapotba kerültek, hogy azok a továbbiakban vízkárt, elöntést nem okoznak a belterület magán, közösségi és állami létesítményeiben. A tájékoztató végén a lakosok tehettek fel kérdéseket, a polgármester és a kivitelezők felé. A kivitelező várhatóan kora tavasszal végez a helyreállítással.